Az útfelújításokról adott tájékoztatást dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere a községi tájékoztatóban. Az útfelújításokról értesítette Tahitótfalu község lakóit dr. Sajtos Sándor polgármester a községi tájékoztató szeptemberi számában. A polgármester a cikkben leírja, hogy Tahitótfalu község önkormányzatának képviselőtestülete 2023. augusztusában tartott ülésein döntött arról, hogy a Gát utca és a Gyepes utca, továbbá a Viola utcának burkolattal nem ellátott része, malt aszfaltos technológiával felújításra kerül. Ez év tavaszán 250 tonna malt aszfaltot vásároltak, így ez a mennyiség elegendő volt a fent nevezett szakaszok felújítására. A Gát utca és a Gyepes utca egy részét 288 méter hosszban, 4,5 méter szélességben, 10 cm vastagságban finisheres gépi térítéssel két rétegben felhordott emulzióval és bazaltkő felszórással újították fel. A Viola utca tekintetében az első szakaszt ezzel megegyező technológiával 100 méter hosszban, 4 méter szélességben, a második szakaszt 180 méter hosszban, 5 méter szélességben építették ki. A kivitelezői szerződésben a megbízott 3 év garanciát vállalt. Dr. Sajtos Sándor polgármester arra kéri a lakosságot, hogy 15-20 km/h sebességgel közlekedjenek ezeken az útszakaszokon is, az állag megóvás érdekében és az ott élők biztonságát is szem előtt tartva. Írásában továbbá kiemelte, hogy az önkormányzat tisztában van azzal, hogy további utcák felújítására is nagy az igény. Tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére jelenleg csak ilyen technológia alkalmazására van lehetőségük az útfelújításoknál. Terveznek még mart aszfalt vásárlást, amit ledeponálnak, és ha a költségvetés, illetve az időjárás megengedi, további utcák felújítására fogják felhasználni. Sajnos több helyen az aknafedeleket és a tolózárakat is ki kell emelni egy-egy felújítandó utcánál, ami plusz költséget jelent. Tahitótfalu község önkormányzata a munkálatok folytatásáig megértő türelmet és támogatást kér a lakosságtól.